Ciao bella, ciao bella, signorina, i signori, UMTV Raps, baby, szevasztok fejek. Kellemes szép napot mindenkinek, március hónap van most már gazdagon, ne felejtsétek el, a legendák márciusban születnek. Tegnap kitettem egy jó hírt, a Fekete Vonatból Beattel egy közös dalon dolgozunk, ami rákerül az új lemezre. Olyan dolgok történnek idén, hogy csírás. Tudom, szomorú dolgok is, de azért vannak örömteli dolgok, és ez az. Császtok mindenkinek, csá csumi csá. Go dope man, go dope man, go dope man. Ma masszaman körit fogok csinálni. Tájkaja, óriás. Annyira finom, hogy meghaltok. Nagyon király. Különben lehet, hogy indítok egy vlogot, hogy itt a növekedő árak ellenére hogy lehet finomat és jó lenni viszonylag ügyesen. Bár nem sokára nem lesz étolaj, és akkor majd a pattogatott kukorica a moziba is autóolaja lesz. Sikerült megcsinálnom a hangulatot az Orbán Viktornak a üzenőfalán. Csinált egy posztot a mester, aztán megdicsértem, hogy most államférfihoz méltóan nyilvánult meg. Minden haragból élek, éhes szellem, dühöngő pokollak ott van, és a nyakamra akaszkodtak. Most épp azt gyakorlom buddhista módon, hogy hogy tudok erre szépen és kedvesen reagálni. Ez a nagy kihívás egy bódhiszatvának. Megmérni magam abban a gyűlöletben, amit a megnyilvánulásom kelt. Tehát tettem egy kedves megnyilvánulást valaki felé, és ezáltal gyűlöletet generáltam, és ebben a gyűlöletben megmérem magam, hogy hogy viselkedem érzelmileg, reakcióimban. Nagyon érdekes. Na, közben most már nagyon sokan vagytok, úgyhogy ez egy rövid bejelentkezés, mielőtt mennék edzeni, de megnéztem az ATV-nek az 5 című műsorát, aminek a vendége volt a Hont Andris, haverom vagy barátomnak mondhatom, a Ceglédi Zoltán, aki valamikor volt kedves ismerősöm, nem tudom, hogy most éppen mit érez az irányomban. Aztán ott volt még a Vona Gábor, aki sokak szerint a magyar politikai élet megváltója volt egy időben, most már top vlogger lett a YouTube-on, és Konok Péter történész, aki pedig anarchista, baloldali, tulajdonképpen talán kommunista, nem tudom minek tartja magát, de leginkább anarchista lehet. Tehát így módon lehet, hogy nem is áll olyan messze a szovjet birodalmi törekvésektől, de közben messze áll, mert attól most minden normális ember messze kell, hogy álljon. Végül is. Meg eleve a háborús törekvésektől, tehát tudjátok jól, háború ellen vagyunk, és nem az oroszok mellett, ez nagyon fontos. És aki a háború ellen van, az igazából semmelyik háborús fél mellett sem van, hanem mindegyik háborús fél felé irányítja a tekintetét, és a szavait, meg a tetteit, és arra sarkalja őket, hogy tegyék le a fegyvert, és egyezzenek meg. Na de néztem ezt a műsort tegnap, és voltak ott mindenféle megnyilvánulások, így az orosz-ukrán háborút illetően, és a Ceglédi Zoli által volt egy felvetett gondolat az, hogy a Putyin megőrült. Tehát Putyin megőrült, és kudarcot vallott
ebben az ukrán hadműveletben, és tulajdonképpen esik szét alatta az egész általa fabrikált, épített monstre birodalom, ami tulajdonképpen talán a szovjet világot, vagy a nagy orosz cárságot hivatott visszahozni, és hogy ez az egész hadművelet is kudarcot vallott, és most már egyre inkább hajlamosak arra, hogy azt gondolják, hogy a Putyin számára ez egy hatalmas kudarc, ez a történés, amit folyik most már napok, meg hetek óta. Na, hát megnéztem ezt, de egy-két gondolat úgy fölmerült bennem, meg kérdés ezzel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy alapvetően ez nem biztos, hogy a helyes értékelés a helyzetnek, vagy a realitás valóságos érzékelése, ugyanis én nem látom, hogy ez történne. Nem tudom, ti mit gondoltok. Persze, hősies védekezés folyik, és a nyugati mainstream médiának tulajdonképpen totálisan átvesznek minden híradását és image formálását, de hogyha jobban belegondoltok, mit jelentett be a NATO? Most már tulajdonképpen hivatalosan is? Hogy semmilyen módon nem kíván beleavatkozni ebbe a háborúba, azon túl, hogy megvédi a saját tagállamait. Tehát a NATO kinyilatkoztatta, hogy semmilyen módon nem vesz ebben a háborúban részt. Ez most már a mantrázásnak a része volt, meg kétszer mondtam el. Tehát, hogyha ez a Putyin hülye, ha gyenge a hadserege, ha nincs rendesen felszerelve, hogyha ilyen módon elszúrta ezt az egész hadműveletet, és rozog alatta a léc, na most, illetve rezeg alatta a léc, akkor egyet kérdezek, hogy van az, hogy a világ legerősebb hadseregével rendelkező NATO, a legkomolyabb technikai eszközökkel felszerelt nyugati birodalom nem vállal vele szemben semmilyen konfliktust. Tehát nem hogy háborús konfliktust, semmi nemű konfliktust. Bizonyos gazdasági szankciókat meghoznak ezek a nyugati államok itt Európában, aminek egyébként Amerika nagyon örül. Tehát Amerikának ennél szebb és jobb nem is történhetne, mint hogy Európa lából lövi magát a szankcióival. Tehát 10 000 kilométerről persze a kibicnek semmi nem drága, majd meglátjuk, hogy mikor az energiafüggőség okozta problematikák manifesztálódnak, akkor a hangos piros-sárga vagy sárga-kék zászlós rajongók hogy fogják majd elemezni ezt a problémát, de az megint más kérdés lesz. Én azt gondolom, hogy Európának föl kellett volna készülnie szépen, csöndben, rafináltan arra, hogy leváljon az orosz energiafüggésről, de ez megint más kérdés. Tehát lehet látni, hogy a politikusok itt Európában nem szárnyalnak, nem túlzottan éles eszközök, nem éles kések a fiókba, de még egyszer mondom, tehát egyet lehet látni, a NATO Putyinnal szembe semmi nemű konfliktus nem akar fölvállalni. Ugye sokan mondják azt, hogy kudarcot vallott ezzel a villámháborúval, na most én hallgattam több hadiszakértőt, meg katonát, tehát az Oroszországnak az ukrán inváziója 100-szor eredményesebben halad, mint mondjuk Amerikának az Irakba való behatolása, és az az invázió, amikor a Saddam Husseint le akarta gyalulni, ugye megszerezni ezt a stratégiai pontot ott Ázsiában, illetve megcsinálni a káoszt, mint mindenhol a világban. Itt ezzel nem azt mondom, hogy az orosz behatolás jó, de az amerikai sem jobb. Tehát ezek mind érdekek és haszonelvek mentén zajlanak. Szóval azt mondani, hogy itt Oroszország kudarcot vallan, az szerintem tévedés. Ez benne mint kérdés merült fel, aztán hogyha valaki tud erre valamiféle megfelelő választ adni, akkor megköszönöm,
hogyha alá tudja ezt támasztani valódi tényekkel, hogy itt a Putyin mellélőtt volna. Úgy gondolom, hogy Ukrajnát totálisan magára hagyta a nyugat. Most már kiderült, hogy a német eszközök se úgy működnek, mint ahogy kéne, illetve az a pár oda küldött géppuska vagy géppisztoly nem úgy funkcionál, mint kellene. Én nagyon remélem, hogy a Klitschko testvérek túlélik az ostromot, és fogságba esnek, és utána majd szabadon engedik őket, és azt is remélem, hogy minél kevesebb érző lény fog megsérülni az ostromban, illetve a különböző hadicselekmények során. Azt is lehetett látni, hogy az oroszok egyébként a híradások szerint eléggé előzékenyen és úriember módjára bánnak a ukrán polgári lakossággal. Sajnos a háborúk, és ezt nagyon ellenzem, előbb-utóbb eljutnak egy olyan pontra, amikor már ez nem lesz szempont. Nagyon örülnék, hogyha ez nem következne be. De én azt gondolom, hogy Ukrajnát magára hagyták, totális mértékben, a nyugat, és a NATO is, és mindenki más is. Egyébként abszolút nem bánom, hogy nem lesz atomháború. Tehát, gyerekek, még egy jó kis diktatúra is jobb, mint egy atomháború a többség számára, higgyétek el. Tehát a diktatúrákban élve is meg lehet találni az örömöt, meg a túlélést, meg a változás lehetőségét. Az atomháború egy olyan változás lehetőségével kecsegtet, ami után nagyon kevés örömöt és változási lehetőséget tud az ember ebben a formában megtapasztalni, amivel szembesülni fog. Szóval a nyugat magára hagyta Ukrajnát, jönnek a menekültek, valljuk be, szép nagy számba érkeznek majd munkavállalók Kelet-Európa felől. Ez, valljuk be, a nyugat-európai társadalomnak szuper. Jönnek az új rabszolgák, akik mondjuk a szírekkel, vagy a ázsiai menekültekkel, afrikai menekültekkel ellentétben sokkal közelebb állnak kultúrában, illetve szocializálódásban az európai mainstreamhez. Szeretnek majd dolgozni, ezzel le lehet verni az árakat. De hogyha megmaradt volna Ukrajna Európa kötelékében, vagy ahhoz közelebb, akkor is jó lett volna, így is jó, mert egy csomó munkaerő érkezik át, ugye, Nyugat-Európába, és sikerült megcsinálni ezt a újabb kétpólusú hidegháborús világrendet, amiben lehet megint egymás ellen úszítgatni, lehet csinálni a manipulációkat, lehet csinálni a kémháborúkat, lehet árulni a fegyvereket ide-oda-amoda, közben hátul ugye kész kezet mos, született gyilkos, és az elit továbbra is termeli a pénzt, és ők jól járnak, azt hiszik, de nem járnak jól, mert ezzel megint feszültséget keltenek magukban és a világban is. Tehát az az igazság, hogy ez egy teljesen helytelen az egész dolog, de amikor itt azzal kecsegtetnek embereket, hogy a Putyin meggyengült meg, szóval nem tudom, bennem ez nagyon keményen kérdéses, még egyszer mondom, ez csak mindkét, tehát láttam a srácokat, hogy erről beszélnek, hogy itt az egész hadsereg egy gagyi, meg ugye ezt nem ők mondták, de sokan azt mondják, nem ért célt a háború. Oké, lehet, hogy nem ért célt. Mindenesetre eléggé úgy látom, hogy mindenki föltette a kezét, és azt mondta, hogy akkor Putyin csináld, ahogy szeretnéd. Persze vannak gazdasági szankciók, vannak ilyen-olyan következmények, de mindannyian tudjuk azt, hogy ez visszafelé elsülő fegyver lehet, nagyon könnyen. Plusz, hozzáteszem, amit nem sokan mondanak, hogy azért nem csak a nyugatból áll a világ. Tehát a világ az egy egységes valami, és keleti része is van. És amikor ennyire kihegyeződik a dolog, ne felejtsétek el, hogy a világ keleti része az ugye elégedetlen az a berendezkedéssel sok szempontból, ahogy a világ kinéz, és látja, hogy a nyugati társadalom hol tart, mik a problémái, mikkel kell szembenéznie, és hogy áll a világ egyéb részeihez. És amikor egy ilyen hangsúlyos szereplő nyíltan szembe kerül mondjuk a nyugati birodalommal, akkor a keleti birodalom,
illetve a keleti világrésznek a alkotói könnyen oda csatlakozhatnak mellé. És ezáltal ugye megint az van, hogy nézzük egymást ilyen morcos szemekkel, közben mindannyian testvérek vagyunk, és a nagy feladatunk az lenne, hogy vigyázzunk egymásra, meg az univerzumra, és van nagyon sok felelősségünk abban, hogy ebből a földbolygóból, vagy amit annak érzékel a tudatunk, abból valami paradicsomit varázsoljunk, de hát nem megy. Még egyszer mondom, azért nem megy, mert menjetek oda az Orbán Viktornak a posztjához, érdemes megnézni, a legnémszerűbb, legrelevánsabb a hozzászólásom, és nézzétek meg alatta a reakciókat. Tehát az egyet nem értő reakciókat. Nézzétek meg, hogy hogy reagálnak azok az emberek, akik azt hiszik, hogy ők a jó emberek. Az nagyon jó, mert a jó emberek azt hiszik, hogy a jó embernek joga van jóságában az általa gonosznak tartott embert gonosz módon bántalmazni. Nagyon kemény. Semmi nincs, semmi tanulás nincs az. Az ég adta világon. Ja, és itt írják is a hozzászólásokban, mert ez egy élő videó a YouTube-on is fel van, hogy Fideszes, hogy én mint Fideszes. Tehát még mindig azt látom, hogy az a legnagyobb fájdalma sokaknak, hogy azt hiszik, hogy én Fideszes vagyok. Plusz azt is hiszik, hogy azt nem tudják eldönteni, hogy belettem fenyítve a szoborfejrúgás miatt, vagy csak megvettek. Ezt még nem vágják, hogy mi van. És emiatt ugye tanástalanok, mert azt hiszik, hogy nagyon-nagyon sok pénzt kapok a Fidesztől. És az meg a legjobb, hogy a jó emberek, akik minden, ők jó emberek, tehát humanisták, meg demokraták, őket nagyon érdekli a pénz. Közben a nap végén kiderül, hogy mindenkit leginkább a pénz érdekel, hogy mit lopott el valaki, ki a korrupt, és kinek jut sok pénz. Az nagyon fáj, sok pénz. Hát ki kell ábrándítanom mindenkit, hogy engem se beterrorizálni nem lehet, nem is lehetett soha. És megvenni se vettek meg, és nem is kell, hogy megvegyenek, köszönöm szépen, mert nem kívánok anyagilag belefolyni ezekbe a játszmákba. Szomorúan látom azt, hogy meg kéne érteni, hogy aki ilyen módon involválódik ezekbe a játszmákba, az mindenki részese, és mindenki kap belőle, és mikor éppen úgy alakul, akkor eldobják, és kiderül, hogy kapott belőle, és lehet látni. Hát ugye most ugye derülnek ki ilyen-olyan oldalon a különböző korrupciós ügyek, azt hittétek a Völnerékkel vége mi, és csak Fideszes ügy lesz. Hát van a bal oldalon is, van itt mindenhol, van mindenhol, mindenből, de ugye a kormányváltás szent ügye nevében összefogjuk a kezünket, befogjuk az orrunkat, és igen, váltunk, de mire erre? Váltsatok, a szívetek joga. Én nem esek kétségbe egyébként, a kormányváltás lesz. Én ott is megtalálom a számításomat, az életemet, mert ezt is írtam oda az Orbánékhoz, hogy oda poszthoz, hogy elképzelhetetlen mi, hogy van olyan ember, aki magától is tud pénzt keresni, meg vállalkozni. Hozzáteszem, ha engem bárki megvesz, ne aggódjatok. Nagy plakáton közé fogom tenni. Esküszöm. Tehát teljesen transzparens mód fogjátok látni, hogy meg vagyok véve. A megvételemnek köze nincs a véleményemhez. A véleményem az továbbra is. Bárki legyen Magyarországnak a vezetője, jelen pillanatban csak a béke pártján állhat, és a béke pozíciójából határozhatja meg az országunknak a politikáját, mert kicsik vagyunk, nincs katonánk, nincs fegyverünk, nincsen semmilyen eszközünk, hogy a világnak a történéseire ilyen módon hassunk. Egyetlen egy eszközünk van, a józan csibészes eszünk, a magyaros észjárás, ami átsegített minket a történelemnek az ivatarain, és elérte azt, hogy még mindig ezen a nyelven tudunk beszélni.
annak ellenére, hogy nagyon keményen gyilkoltuk magunkat és egymást, mert a legnagyobb ellenségei a történelem tanúsága szerint és a mai napok tanúsága is szerint is sajnos magunknak vagyunk mi. De az ember ezzel általában így van. Úgyhogy ez az a pár kérdés, ami fölmerült bennem ezzel kapcsolatban, és tényleg örömes látom és fogadom azt a fajta építőjellegű alternatívát, ami tud emelni és építeni azon a sorson, amit magyar sorsnak neveznek. Szóval fel a fejjel, legyen mielőbb béke, és kívánok mindenkinek nagyon szép hétvégét, azoknak is, akik utálnak, mindenkinek, annak is, aki szeret, és annak is, akinek közömbös vagyok, vagy nem tudja, hogy ki vagyok, vagy tehát mindenkinek, minden érző lénynek egészséget, nagyon sok szeretetet, boldogságot, és beteljesült célokba gazdag életet és hétvégét. Puszilok mindenkit. Csá, csumi, csá.